Itt vannak a fiatalok. A fiatalok segítségével tudjuk üzenetünket eljuttatni az ország minden egyes polgárához, minden magyarhoz. Ahogy Márki-Zay Pétertől elhangzott, itt vagyunk, és most elmondunk róla három igazságot. Márki-Zay Péter csak színleli a függetlenségét, valójában a baloldal jelöltje, úgy ugrál, ahogy Gyurcsány fütyül neki. És ezt azok is mondják, akik támogatják őt. És egyébként dilemmánk lett volna abból, hogy baloldali, jobboldali, és hogy milyen miniszterelnöke lenne, és remélem, hogy lesz is Márki-Zay Péter hazánknak, a tegnapi vita erre szerintem egy egyértelmű pontot tett, mert a legtöbb fontos döntés, fontos kérdésben egyetértés volt a két jelölt között. Sőt, ő maga is mondja. Mi a baloldalon. Ismételje meg, kérem, hol? Mi a baloldalon. Tehát a baloldalon, rendben. Aztán Márki-Zay Péter nem lát veszélyt az illegális migrációban, mert nem ismer senkit, akit bántottak volna. Vagyis baloldali politikusként beengedni a migránsokat. A legnagyobb veszélyt én nem abban látom, hogy itt tömegével jönnének a migránsok, hál' Istennek nem ismerek senkit, akit bántottak volna. A magyar baloldal 2015 óta folyamatosan tudtunkra adja, hogy lerombolná a határkerítést. Brüsszeli elvtársaiknál támadják a magyar kormány migrációs politikáját. A baloldal bevándorláspárti politikája eddig is nagyon káros volt, de a fokozódó afganisztáni és fehérorosz helyzet miatt mára rendkívül veszélyessé vált. És végül Márki-Zay Péter eltörölné a rezsicsökkentést, és az emberekkel fizettetné meg a jelenlegi rezsiárak többszörösét. Micsoda ostobaság volt ez az annak idején így rezsit csökkenteni. Igenis, az árakon keresztül ösztönözzük az energiatakarékosságra. Na de nem is meglepő, hogy Márki-Zay minden baloldali politikus társához hasonlóan támadja és eltörölni a rezsicsökkentést, amikor éppen a napokban derült ki, hogy Márki-Zay a brüsszeli Eurelektrik energetikai lobbióriásnak dolgozott, ami a legnagyobb európai energiavállalatok érdekvédelmi szervezete. Itt vagyunk, mi jobboldali fiatalok, és üzenjük Márki-Zay Péternek, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.